A dalos megmérettetést Angeli Katalin, a közösségi ház igazgatója nyitotta meg. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Tiszán innen Dunántúl népdalénekési verseny Veszprém megyei fordulójának minden résztvevőjét. A gyerekeket, a versenyzőket, a pedagógusokat, a kísérőket, a szülőket, és külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm a zsűrit. A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárnak nagy örömére szolgál, hogy idén is vendégül láthatunk benneteket, önöket. És a tavalyihoz képest sokkal többen vagyunk. 19 iskolából 70-en érkeztek hozzánk. És bízunk benne, hogy 2019-ben bátor is lesz ez a verseny és ez a találkozó, még ettől is sokkal többen lesznek. Néhány percen belül gyermekeink jóvoltából felcsendül zenei anyanyelvünk. És reménykedjünk abban, hogy a 21. században mindig lesznek olyanok, akik vigyáznak, és tovább hagyományozzák Bartók és Kodály örökségét. Szép és örömteli napot kívánok mindenkinek! A zsűri elnöki székében Bakler Anna, népdalénekes, népzenetanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékének népi ének szakirányvezetője ült. A másik ítész pedig Németh István volt, népzenegyűjtő, szerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet népzenei archívumának nyugalmazott vezetője volt. Bakler Anna köszöntőjében Kallós Zoltán, Kossuth nagydíjas erdélyi magyar népzenegyűjtő szavaival bátorította az indulókat. Nem vagyok népdalénekes, csak a magyar népdal szerelmese. Kiemelte, hogy nem népdalénekeseket keresnek, csupán az előadott dalokon keresztül szeretnék megismerni az indulókat. Ünnepeljük azt, hogy ti a letéteményesei vagytok, szüleitek, nagyszüleitek, dédszüleitek, sok évszázadon keresztül, sok generáció által kiérlelt, tökéletesített népdalhagyománynak. Ünnepelünk benneteket. Tehát mindenki, aki eljött ide, az biztos lehet benne, hogy az itt jelenlévő felnőttek szívében egy nagy öröm, egy nagy újongás van, hogy ti ma énekeltek. A megmérettetésen az általános iskolák 3., 4., 5., 6. és 7., 8. osztályosai indultak, illetve egy középiskolás diák mutathatta meg tudását. 3 kategóriában indulhattak a fiatalok. Szólóének, kis együttes, maximum 3 fővel, és ének együttes, 3-nál több taggal. Tizenkilenc iskolából 14 felkészítő pedagógussal összesen 70 diák jelentkezett Berhidáról, Várpalotáról, Pécsejről, Pápáról, Alsóőrsről, Balatonfüredről, Ajkáról, Devecserből, Pétfürdőről, Veszprémből, Balatonkeneséről, Sümegről és Badacsony-Tomajról. A versenyen 27 kiemelt arany, 8 arany és 5 ezüst minősítő oklevélt került átadásra. A legkisebbek, a 3., 4. osztályosok kezdték meg a versenyt. A legfiatalabb indulók közül arannyal távozott Kovács Gabriella és Molnár Zoé. Kiemelt aranyminősítést kapott Nagy András Miklós szólója, valamint a Csikkandozók és a Gyöngyörgetők formáció. Az első korcsoportban pedig a szólók közül Farkas Fruzsina, Nagy Kata Alexandra, Kis Róza, Dávid Eszter, Kovács Veronika és Mihók Johanna vitte el a kiemelt aranyat. A kis együttesek közül a zsűri Váci Eszter és Váci Jászmin, valamint Dörnyei Luca és Kovács Anna duóját ítélte a legjobbnak. Énekegyüttes kategóriában kiemelt aranyat kaptak a Pápai Kurjongatók, valamint Horváth Johanna, Korcsmár Sára, Kemény Kamilla, Miklós Betti, Vaszíj Dóra formációja. A következőkben az első korcsoport kiemelt arany díjazottjainak országos továbbjutó produkcióiból láthatnak ízelítőt. Szent Balázsi rózsa, viola, én vagyok.
azt is tudom, hogy kell szívből szeretni. Sűrű csillag borítja be az eget. Nem engedne ismertelek volna meg, átkozott volt az az óra, az az, amelyikben megismertük mi egymást. Bolond volnék, ha én mindig búsulnék, borzaváron ilyen büszkén nem járnék, járok is én egy legény bosszújára, amén kővágjon a férre fésült hajába. Onnan alul jön egy halász, kalapjában fekete jász. Ki van bíza szeme sírva, a babája Yeah.
Kérem a zsírját, több volt egy akónál, aki ezt a teliszi, szamar a balónál, aki ezt a teliszi, szamar a balónál. Szabó Jani a kodét előkészítette, fehér Mári szoknyáját belehelyeztette. Által mentek a Tiszán Duna városába, ott ölelgetik egymást kordé hátulába. Ez a kislány férhön ment, nincsen lepedője, kilenc zsákot összevart az a födözője. Ha a kincsem galambom, gyönyörű virágom, csak még egyszer élhetném, véled a világ. Példa nélküli, hogy a második korcsoport összes versenyzője kiváló szereplésével kiemelt aranydíjazásban részesült. A szólóknál Antal Vivien, Bácsi Hanna, Bódai Ákos, Egyet Katalin, Havér Sára, Hegedűs László, Kis Anna és Pálfi Máté vitte haza a csillogók kiemelt aranyminősítést. A második korcsoport kis együtteseiből Perjési Dorottya, Kincses Mária és Horváth Cecília, az Egyet Katalin, Kalmár Petra és Kis Johanna, valamint Pálfi Máté, Makki Flóra és Rauch Szilárd formációja nyerte el a kiemelt aranyat. A második korcsoportban az Egyet Katalin, Pálfi Máté, Makki Flóra, Rauch Szilárd, Kalmár Petra, Kis Johanna, Horváth Lili, Lajos Léna, valamint a Kis Anna, Kis Róza, Havér Sára, Bácsi Hanna, Foltán Zsóka, Gersol Judit, Kovács Veronika alkotta énekegyüttesek nyerték el a kiemelt aranyat. Most pedig az országos döntőbe jutott produkciók következnek a második korcsoportból. Esik eső, hull a zápor, nagyokat villámlik. Ez a kicsi magyar falu, jaj, de nagyon. Én Istenem, tégy egy csodát a magyarságunkra. Ne vigyed a borús eget szegény magyarokra. Én Istenem, tégy egy csodát a magyarságunkra. Ne vigyed a
azt a régi szeretőt. Barna kislányai, haj, visszahozni nem lehet, mert hogyha katona leket ültse három évet, három évet letölteni, gyönge vagyok még, jövő októberben majd erősebb leszek. Gyertyára, hozzád megyek vacsorázni.
A harmadik korcsoport egyetlen indulója, Bölcsföldi Anna is képviselheti iskoláját májusban, Érden az országos döntőn. A szereplésre váró gyerekek olvasással, színezéssel, internetezéssel mulathatták az időt, és kézműveskedtek is. A közösségi ház és a zsűri nevében oklevéllel, egy szál virággal és egy zenei CD-vel köszönték meg mind a 14 felkészítő pedagógus munkáját. A zsűri minden kategóriából tovább juttatott egyet jelöltet az országos szárnyaló pünkösdi népdalünnep, országos népdaléneklési verseny és népzenei találkozóra. A pétfürdői Horváth István általános iskolát Bátori Csilla, Ódor Kamilla és Sós Henrietta triója képviselheti. Este van már késő este, 9-et üt az óra. Ez a kislány, barna kislány, kiállott a kapuba. Álom, álom, miért nem jössz a kacsingató szememre? Mindig az a barna, mindig az a csalfa, legény jár az eszembe. Este van már, késő este, 9-et üt az óra. Ez a legény, barna legény, kiállott a kapuba. Álom, álom, miért nem jössz a kacsingató szememre? Mindig az a barna, mindig az a csalfa, leány jár az eszembe. A jó hangulatú verseny végén a zsűri mindkét tagja elmondta benyomását, gondolatait a megmérettetésről. Kiemelték a szép testtartás, a fellépőruha, a technikai tudás, a tiszta ének, a szövegmondás és a tempó fontosságát. A legfontosabb dolog, mindennél fontosabb, hogy az az egyéniség, aki te vagy, mert mindenkiből csak egy van a világon, a végtelen időben, éppen itt és most,
és mi annak örülünk, aki te vagy, és nem akarunk téged másmilyenné tenni, de hogy a te egyéniségednek, lelki állapotodnak, szívednek, lelkednek, hangi adottságainak megfelelő ez, amit énekelsz. Ez a szólistáknál igaz legjobban, mert ott azért nagyon fontos, és nagyon nagy különbség lehet. Aközött, figyeljetek, látjátok egymáson szerintem, hogy ki az, aki a szeme sarkán, hogy ki az, aki szívesen énekel valamit, és ki az, aki nem. És meg is tudjuk fogalmazni. Nem mindig vagyunk őszinték a tanárainkhoz ebben, meg a szüleinkhez, mert szeretnénk jót, szeretnénk megajándékozni őket, de önmagatokkal nagyon fontos egy ilyen szituációban őszintének lenni, mert át fog sugározni, hogy te azt őszintén, tiszta szívből énekled, szereted, vagy csak kötelességből felmondod. Ennél sokkal egyszerűbb a dolga annak, aki egy csoportba vele tartozik, mert ott hozzá tudok csatlakozni, adakozni tudok ennek a csoportnak, azt mondom, hogy én feladom a 100%-os akaratomat, és beállok a csoportban, és ott már az számít, hogy együtt szólaljunk meg jól. Egyszerre, jól tudva azt a népdalt, megtanulva, közös lélegzettel, közös gondolatokkal, körülbelül hasonló hangerővel mindenki azt adja bele, ami az övé, amit ő bele tud tenni, de az 100%-ig. Egy, sem egy kettes, sem egy 8-as csoportnál nem elfogadható, hogy valaki csak éppen jelen van. Éppen hogy? Nem, mindenkinek 100%-ig kell jelen lenni, ahhoz, hogy ez igazán szép legyen. A Zenetudományi Intézetnek van a honlapján egy olyan, hogy publikált népzenei felvétele, ahol tetszés szerint le lehet tölteni. Nem kell semmiféle regisztráció, nem kell fizetni, teljesen ingyen és bérmentve bárki bármennyi anyagot letölthet a netről, és akkor azt használhatja, tanulhatja, taníthatja. És hát használják azokat a nagyszerű gyűjtőknek az anyagait, mint Békefi Antal, Nyék Sándor, akkor a Balaton felvidéken Kerényi György, vagy hát Nagy Lászlónak és Szécsi Margitnak az iszkázi gyűjtését, ami a kereskedelmi forgalomban nem is található meg, de az interneten, az intézet honlapján megvan, reklám helyett www.zti.hu, és akkor életre kelhetnek azok a fejek, amiket egyébként tényleg nagyon nehéz feltámasztani.